tisztelettel köszöntöm Önöket hagyományos karácsonyi hangversenyünkön, amelyen a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, tanárai, illetve a törökszentmiklósi Sancto Nicolaum kórus közreműködik. A bevezető fanfárt Szabó Olivér, Tolvaj Benedek és Márton Tamás Gergely előadásában hallották. Felkészítő tanáruk Csiki István. Mielőtt műsorunkat megkezdenénk, felkérem Markóth Imre polgármester urat, mondja el köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, jó estét kívánok! Karácsony közeledik, néhány nap választ már el tőle mindannyiunkat. Advent időszakának az utolsó napjait éljük. A várakozás, a felkészülés időszakának az utolsó napjait. Vasárnap meg fogjuk gyújtani a negyedik gyertyát is az adventi koszorún. Az ember sokszor gondolkodik azon, hogy a világ talán milyen lehetett 100, 200, 300, 400 évvel ezelőtt, és mindig azt gondolja, hogy elképzelhető, hogy jobb volt. Ez biztos, hogy a mai felgyorsult világunk az sokkal több olyan tartalmat hordoz, ami a figyelmünket elvonja az ünnepre való készülődéstől. Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy 100 évvel, 500 évvel ezelőtt könnyebb volt az ünnepre felkészülni. Azt gondolom, hogy a karácsony való felkészülés az egy egyéni belső felkészülésnek kell lennie. De nyilvánvalóan, hogy egy közösségi készülődés az egyénnek is sokat jelent. Támpontokat ad, látja az ember, hogy a szomszédja, a barátja, a családja, a családjának a tagjai miként készülnek a karácsony ünnepére. Karácsony, keresztény ünnep, Jézus Krisztus születésének az ünnepe. De ha a profán oldalról közelítjük meg, akkor azt mondjuk, hogy a szeretet ünnepe. Mégis a szeretetben, a karácsony szereteti üzenetében az isteni szeretet is benne foglaltatik. Abban, hogy a karácsonyra méltóképpen tudjunk felkészülni, itt Törökszentmiklóson is nagyon sok csoport, nagyon sok szervezet, civil szervezet, nagyon sok kisebb közösség összefog évről évre. A ma esti koncert is ennek a része, hiszen ma este a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola művészeti csoportjai, illetve a Sancto Nicolaum Városi Kórus közösen fog önöknek egy műsorcsokrot előadni, és ez a kulturális karácsonyi csokor úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára a karácsonyi felkészülés lehetőségét fogja biztosítani ma este is. Én mindannyiuk számára jó szórakozást kívánok a ma estéhez, fogadják szeretettel a fellépő csoportokat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Elsőként a Kodály Zoltán Zeneiskola népzene tanszakának műsorát hallhatják. Kazinczy Judit karácsonyi dalokat énekel, majd Felcsiki népzenét adnak elő Hegedűs Karina, Kazinczy Judit, Kecső Hajnalka, Kubicsek Edina, Sipos Zselyke Hegedűn, Gardonon közreműködik Székely Lehel, az együttest vezeti Péter Izabella. Love.
Yeah.
A Népzene Tanszak novemberben Kárpátalján vendégszerepelt. A sikeres közös út után Bihari József képviselő úr megajándékozta a csapat tagjait egy-egy saját készítésű, különleges hangszerrel, a kazuval. A most elhangzó dallal szeretnék megköszönni az ajándékát. Lázár Dániel Színjáték című darabja következik. Előadják Eglesz Dóra fuvolán, Türmer Katinka zongorán, Beregszászi Zsolt Zsombor gordonkán. A kamaracsoport vezetője Balázsné Tóth Hajnalka.
A zeneiskola gyermekkórusának műsora következik. Előadásukban elsőként elhangzik a bűvös hang, ezt követi egy angol karácsonyi ének, majd Wolf Péter Ave Maria című dala. Befejezésül pedig a Polar Express című filmből a Bűvös éj című dal hangzik el. Zongorán közreműködik Hajduné Pap Erzsébet, az énekkart vezényli Csikiné Luxics Ágnes. Sa
A Zeneiskola Fúvó zenekarának műsora következik. Előadásokban elsőként elhangzik Karol Padivi Erster Marsch. Vezényel Benedek Gyula. Schneider Happy Trumpets című darabja következik. A trombita szólót játsszák Szabó Olivér, Márton Tamás Gergely és Tolvaj Benedek. Felkészítő tanáruk Csiki István. Thank you.
zenekar műsorának zárásaként Gustav Peter Cirkusz Galopp című darabját hallhatják. Marimbán szólót játszik Budai Kevin, felkészítő tanára Szűcs Tamás. Vezényel Benedek Gyula. Szántó Nikolaum kórus most következő műsorában karácsonyi énekek hangzanak el. Elsőként a Mennyből az angyal, ezt követi Bárdos Lajos karácsonyi bölcsődala és az aranyszárnyú angyal. Vezényel Csikiné Luxics Ágnes.
A zeneiskola vonózenekarának a műsora következik. Előadásokban elsőként Liszt Szerelmi álmok című darabja hangzik el. Ezt követi Bach Hámor szvitjéből a polonéz és a menüett, amelyben a fuvola szólót Egles Dóra játsza, felkészítő tanára Regős Imre. Ezután pedig a Forrest Gump című film zenéjéből következik egy részlet, amelyben a zongora szólót Turcsányi Diana előadásában hallhatják. Az együttes vezetője Péter Izabella. Thank you.
Műsorunk zárásaként a gyermekkórus, a Sancto Nicolaum kórus és a vonózenekar előadásában hallgassák meg Lóman Csillagfényes csöndes éjjel című dalát. Vezényel Csikiné Luxics Ágnes. Műsorunk végén szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket, és mindnyájunk nevében békés, boldog ünnepeket kívánok. Az este közreműködőinek pedig a polgármesteri hivatal szeretném megköszönni a mai hangversenyt az öltözőkben található szaloncukorral és üdítővel. További kellemes estét kívánok!